nagyon sokáig egy álvaszót sem értettem abból, ami a világban történik. A napokban rendezték meg a 21. Simonyi Imre emlékversenyt. A járványhelyzetre való tekintettel a tavalyi évhez hasonlóan idén is a Mogyorósi Könyvtár Simonyi Imre olvasóterme adott otthont a megmérettetésnek. A mindössze egynapos versenyen ebben az évben a kevesebb jelentkező miatt összevont kategóriában indulhattak a versmondó versenyzők, mind az általános iskolások, mind a középiskolások. A vírushelyzet sok mindent befolyásolt, többek között ezt a versenyt is. Mi így egy szűkített létszámmal tudjuk megrendezni a versmondó versenyt. Ebben az évben általános iskolásoknak és középiskolásoknak hirdettük meg a versenyt egy-egy kategóriában, és csak Simonyi verset kell mondani a korábbi évektől eltérően, tehát szabadon választott verset nem kértünk most, pontosan a bizonytalan helyzet miatt. A hagyományoknak megfelelően a versíró versenyt is megrendezték, és mivel ezt nem befolyásolta a vírus, ezért nagyon sok pályamű érkezett. Nagyon nehéz volt a zsűri dolga, mert hogy rendkívül szoros volt a verseny a versírásnál. Ugye a versírónál megadunk egy címet, egy Simonyi Imre versnek a címét, és arról kell verset írniuk, és nagyon érdekes versek születtek. Általános iskolából nem is osztottunk egy harmadik díjat, hanem összevont ilyen második hely született, és egy első helyezett. A középiskolás kategóriában, ahol meg kimondottan nagyon erős volt a felhozatal, ott egy külön díjat, két második helyezetet és egy első helyezetet osztottunk ki, de mondom, az egy valóban fantasztikus időszak volt most ez a számunkra a versíróknak, mert remek versek születtek. Dávid Péter elmondta, a járvány miatt mindössze 20 versmondó jött el személyesen, még a verseny napján is mondtak vissza a jelentkezéseket, illetve többen voltak, akik ebben az évben is online videóval csatlakoztak, mert személyesen nem tudtak jelen lenni. Itt, ha botolnál, kardjunk a felé. Ölelő felfogni a sísebet.